Hát nem nagyon volt még olyan kávészünet műsor, ahol hárman ültünk volna az asztalnál, és igazából egyikünk most sem ül, hanem csak úgy van, még pocakban, de a tény és való, hogy most hárman vagyunk ebben a beszélgetésben. Niki, egy pár dolgot elárulsz-e nekünk a piciről? Mikor érkezik? Esetleg nemét elárulod, de nevét elárulod, de bármit fakultatív, amit szeretnél, tényleg nem kötelező. Hát igazából 3 hét múlva érkezik, ha minden jól megy. Finisben vagyunk, akkor már nagyon. Teljesen. Noellának fogják hívni. Noa. Noa baba, Nonóka, már igazából senki nem fogja Noellának hívni, ez 1000%, csak lesz neki egy szép neve. Ez olyan, mint nekem is, hogy Váci Nikolát, de senki nem is se Nikinek, se Nikolátnak, se olyan, minden ilyen fajon beceneveket kapnak. És szerintem kb. Ő is egy kis táncos bébi lesz, illetve bent lesz velem éjjel-nappal. Én egy picit visszaugranék oda, hogy igen, hogy neked is van neved, és ugye a babának is, meg mindenkinek van neve, de hogy tehát ezt a nevet, hogy Váci Nikolát, ezt azért most már így a városban elég sokan ismerik. Én ezt azért így elmondom zárójelbe a nézőknek is, meg úgy, hogy ez derüljön ki, hogy mi azért gyerekkorunkban ismertük egymást, hiszen egy óviba meg egy suliba jártunk még általános iskolába. És nekem van egy olyan emlékem, amikor az első ilyen táncóra elkezdődött, és ott lehetett beiratkozni ugye Hetény Egyházán a műfházba egy ilyen délutáni kis szakkör keretébe. És akkor, hát én borzasztó jól éreztem magam ezen a táncórán kb. 2 alkalommal. Mire készültem végig, röhögtem, bukfenceztem, véletlen se azt csináltam, amit kértek. Ehhez képest egy hangyányit jobban rajta maradtál ezen a táncos témán. Kicsit rákattantál, igen, egész konkrétan annyira, hogy gyakorlatilag egy tánciskolát, és hát emögé most már egy jó kis brandet is építettél. Ugye most már tartotok aerobiktól kezdve ilyen step, olyan forma, óra, és ugye hát nagyon széles körben várjátok a gyerekeket, hogy jelentkezzenek hozzátok. Honnan indult ki a testre? Tehát, hogy így egyik reggel te úgy ébredtél, hogy csinálok egy tánciskolát. Megmondom őszintén, rengeteg sportot kipróbáltam, tehát így nagyon hiperaktív voltam, sőt, ez így nem... Vagyok? Igen, ez azóta is nagyon változott, de ezt így el lehet képzelni fiatalon, még jobban pörögve, és rendesen, hát most ez így bevallva, tényleg gyógyszereket kellett szednem, hogy kicsit így nyugodjál le, tehát így vegyél egy mély levegőt, és közben 3 testvérem volt, akik nagyon szerettem verni őket, meg ők is engem, és ez így megvolt így a családi program. És ez mellett kézilabda, kosárlabda, foci, jártam kickboxra, jártam karatéra, minden. És valahogy nem találtam azt a sportot, ami tényleg lekötött volna. És akkor annyi mindig mondta, hogy csinálj akkor valamit kezdjél magaddal. Most így ott voltam 17 évesen, és akkor unatkoztunk, hogy LVCR-re akkor költöztünk ki. És akkor elmondom, jó, hát akkor csináljunk valami aerobikus tánstúdiós, mert semmi nem volt ott a környékben. Nem mondom, neki vágunk, és akkor ilyen kis szórólapokat csináltunk a Word Excel-le, tudod, így beírtuk, hogy flash, akkor még flash volt, fú, mondom, milyen menő, meg milyen jó hangzik. És akkor mennyi éve volt, várj, akkor az 14? Uh-huh. 14 éve. Uh-huh. Igen? A kis Ugicámmal mentünk LVC-en, tudod, így rakosgattuk a postalátákba, úristen, mekkora beiratkozás, döpping lesz, milyen jó lesz. És akkor hát ott voltunk a beiratkozáson, nem jött senki, és akkor ott ketten így el voltunk, hát akkor ez lehet nem jött be, de hát mégis próbált megint. És már jöttünk kifele a kapun, és akkor jött 2 kislány, hogy ők szeretnének hozzánk csatlakozni. És akkor valahogy így indult ez az egész. Mondtad, hogy 2 kislány jött be az ajtón, most már azért nem 2 kislány jár hozzád. Most hát nagyjából mekkora, tehát így pontos létszámot tudsz-e nekem mondani, hogy most mekkora a táncstúdió? Hát igazából ez a 150 fő, ez így mindig meg szokott maradni, jönnek, mennek a gyerekek, most vagyunk most már kúszáláson, Ballószögön is próbálkozunk, ugye próbáljuk a vidéki gyerekeknek úgy, ahogy én annó HVC-en, és hogy tényleg így a vidéki gyerekeknek is egy lehetőséget biztosítani, mert sajnos az a tapasztalatunk, hogy messze vagyunk, tehát messze van Kecskemét, nem tudnak bejönni, és akkor így nekünk ez így, nekünk könnyebb kimenni hozzájuk, nekik ez egy lehetőség, fellépéseket csinálunk, nekik táborokat. Soha nem volt olyan, hogy azt mondod, hogy abba hagyod mondjuk negatív kritikák vagy vélemények miatt? Ó, dehogy nem. 2-szer éreztem úgy az évek során, hogy na hát mondom most így, az így elég volt. Amikor már a diákok is, hát ugye most ezt ki lehet mondani, ugye volt többször olyan, hogy ilyen idősebb diákok összefogtak, no, majd ők megmutatják, hogy ezt hogy kell csinálni. És akkor én azt hittem, hogy a barátaim, tudod, azt hittem, hogy a csapattársaim együtt, és hát életünk végéig, tudod, együtt leszünk, most ez így kicsit nehéz így. De tényleg ezt gondolja az ember, mert szereti őket. És akkor egyik nap így bevágódnak, hogy köszönjük neki, akkor mi csinálnánk egy sajátot. Na azért ott az ember kicsit így
hát összeomlik. Csalódik. Hát meg csalódik, meg úristen, hát én mennyire szerettem őket, meg minden. És akkor így eltelik egy pár nap, kibőgöm magamból, és akkor így fölkelek, és akkor hát de a többiek miatt, akkor gyerünk tovább. Mit csináljuk? Persze, muszáj. Mindig nehezemre esik elengedni, akik elmennek, de mindig azokra kell gondolnom, akik ott vannak, vagy akik hálásak, akik szeretnek. Mit tanácsolnál azoknak, akik azt mondják, hogy meg akarják valósítani az álmukat? Azért emögött valljuk be, hogy ott van a puszta valóság is, hogy ott vállalkozást kell indítani, persze, ott észen kell lenni, pénzügyileg irat, papírok, és egyáltalán nem szabad szem előtt téveszteni azt, ami a cél. Hát hogyan lehet egy ilyenek nekifogni? Hát megmondom őszintén, hogy az anyagi részeket én sosem néztem, pont ezzel volt a problémáink, amikor Gyulával így összekerültünk, hogy hogy meglátta így a papírmunkát, meg így a dolgokat, hogy te eddig mit csináltam, nem táncoltam. Nagyon nehéz az elején, az biztos, szóval bárki bármiben így belevág, nem egyből minden szép, és akkor gyönyörű, és minden úgy alakul, ahogy tényleg az ember így megálmodta. De hogyha a célod ott van előtted, akkor én úgy gondolom, hogy azért tűzted ki, mert akarod érni. És hogyha nem állsz meg félúton, és jönnek a nehézségek, és mész, akkor mindig annyi pozitív kis élmény fog érni, hogy azokkal mindig így föntebb tudsz menni, és szerintem bárki elérheti azt, amit szeretne. 31 évesen valaki gyakorlatilag ott tart, hogy önálló vállalkozása van, amit tényleg ugye, ahogy beszéltük, több lábon áll, amit saját maga épített fel, nyilván nagyon sok segítsége, ezért ez tök ritka. Hogy néz ki egy ilyen sikeres nőnek az élete, aki jelenleg ugye a legnagyobb szerepre készül, de mondjuk most egy átlag napot vegyünk, tehát még most ne menjünk át a poszakon túlra. Hát ez így nehezen tudom leírni, mert mindig a tánc körül forog, szóval így tényleg így fölkelek reggel, és annyi videót nézek, meg folyamatosan ugye a zenei csatornákat, meg természetesen folyamatosan követni kell, hogy mi a trendi, és hogy mi hol, meg mi merre. És utána így elindul délután az edzések folyama, és egyszerűen meg se állok estig, és imádom. Tehát én aerobikot is oktatok, ugye jumpingot is oktatok, ugye ez a trambulinós edzés, ezt nagyon szeretem. Természetesen pont akkor kezdtük el, amikor kiderült, hogy kisbabám lesz, szóval így várnom kell egy kicsit, hogy újra szerelmesen lehessek, de nem baj, kivárjuk, azon nem múlik. És akkor az mellett a tánc, de a táncban is mindig megtalálom azokat a kis kapukat, amikor az ember azt hinné, hogy ez milyen unalmas lehet kezdőkkel foglalkozni, milyen jó lehet versenycsapatosokkal foglalkozni. De a kezdőknek is megvan az a szép, amikor bejön egy 5-6 éves, hát megeszed a fejét, és akkor táncolni akarok, és akkor ott vannak meg. De amikor bejönnek már rutinos versenyzők, ők velük meg már azért jó lenni, mert elindul a zene, és tényleg tehát mindenki élvezi azt, amit csinál, és nem, nincs olyan napom, de néha sajnos ki is akasztom az embereket ezzel, hogy ne tudnék óraosztákat mesélni, hogy énnek velem mi történt ma. Tehát én most így bemegyek a terembe, és én hazamegyek, és szegény Gyulát szoktam ezzel így traktálni, hogy hát ez meg ez történt, és akkor ledarálom, és akkor szegény végigbólogatja, veled mi volt? Minden rendben volt. Hát akkor jól van. Én elmondom a saját sztorimat, és így hosszú kapcsolat, hogy a tűz és a víz egymás mellett legyenek. Most meg ugorjunk át akkor oda, hogy elvileg a fikció szerint hogyan fognak kinézni a hétköznapok. Tehát, hogy ugye eddig az volt, hogy felkeltetek edzés hátán, ötletelés gép előtt, de mi lesz akkor, hogyha néhány hét múlva most már ténylegesen ott lesz a baba? Hát ez is meg van már tervezve egy ideje, de erre mindig mondják a rutinosabbak, hogy jaj, ez biztos nem úgy lesz, mert hogy a baba úgy is dönt. Hát azért reménykedek bennem, én sokáig beszélgetek vele minden nap, elmondom neki, hogy mi, hogy lesz, és általában bólogat meg, még most nem beszél vissza. Még egy darabig. Jóba vagyunk. Még egy darabig, igen. Hát a tervek szerint ugye az van, hogy váltással leszünk, szóval párom jön majd haza, ő átveszi a picit egy pár órára, én bemegyek a gyerekekhez, és utána, de egész nap ugye a picimmel leszek. Hát, meg utána a fél évesen, meg talán már 7-8 hónaposan már jönne be velem a táncterembe, hogy azért szokja a zenét, meg a hangulatot. Lenne olyan, amit máshogy csinálnál? Szerintem nem. Én úgy érzem, hogy magamhoz képest mindig 100%-ot nyújtok, kivéve nem. Én is szoktam lusta lenni. Nagyon ritka. Van-e neked olyan elképzelés a fejedben? Tudom, hogy nagyon nehéz, de csak egy pillanatra próbáljuk meg, hogyha nem a táncot csinálnád, akkor hol lennél most?
Mi az, ami még érdekel? Mit tudom én? Bármi lehet. Szobafestés, vázolás, orvos, akármi. Hát a vicc, hogy igazából varónői családból származunk, szóval nekem még az ő nagymamám is varónő volt, és ugye én hivatalosan varónő lennék. Tehát így a anyuéknak a verziójából, igen, most én így ülnék egy gép előtt, és tónám a kis dolgokat így előre, hátra, és így ott szerintem így lehet, hogy így, nem tudom, tehát nem tudnám elképzelni, hogy én valaha ezt csináltam volna, de a hivatalos verzióba ez lett volna. Ami még engem érdekelt anno, az a divattervezés, úgy nagyon szeretek, ugye, hát ez megmaradt, attól függetlenül a felépő ruhákat ugye én tervezem a gyerekeknek, de nekem nagyon tetszett az a világ is, tehát a modellkedés anno, szépségversenyek, akkor ilyen divattervezés, ilyesmi. De az is csak egy plusz, mert hát persze nem bírtam benne lefáradni, és így... Pont azt akartam mondani, hogy a hiperaktivitás meg a varrógép alatti műtyűrök tologatása úgy valahogy annyira nem fér össze nekem sejje. De hivatalosan ez lettem volna, és akkor még annól, amikor én ezt elkezdtem, anyuék erre lettek volna a legbüszkébbek, de utána rájöttek, hogy ezt hagyjuk, tehát ez akkor volt hülyeség, amikor kitalálták el. Mert megcsináltam, végigcsináltam, nagyon ügyes vagy, oké, és akkor jött a tánc, Istennek hálatat így. És abból úgy megtalálom a divattervezést, megtalálom a mindenfajta ilyen, tényleg szoktunk csinálni ilyen modellkedést, gyerekek, mindent, ahogy össze tudjuk rakni. Hát nem tudom, szerintem jó így. Én legalábbis nagyon boldog vagyok, hogy így alakult. Akkor, amikor te egyedül állsz ki, mert én láttalak már téged egyedül is a színpadon táncolni, mert ez egy egészen más, amikor nyilván a csoportod érizgulsz, de olyankor, amikor mondjuk te egyedül vagy egy versenyen, egy bemutatón és kiállsz, olyankor mi játszódik le benned? Izgulsz? Vagy olyankor meg akarod mutatni az elmúlt 15 évet? Vagy hogyan éled meg azt, amikor egy egész tánciskola van mögötted, és mégis te állsz kint ott egyedül? Ó, hát mi erről beszélgettünk már. Igen. Hát igen, van bennem egy ilyen lendület, tehát amikor én otthon vagyok a négy fal közt, akkor ugye elképzelem azt, hogy igen, ott van mindenki, és hogy milyen jó fogok teljesíteni, és hogy mindent így elképzelek magam előtt, és akkor kiállok, és ez a... Oké. Főleg, amikor anyut kinézem. Újra tervezés. Nem bőgünk, eltáncoljuk. Főleg, hogy nem tudom, hogy ez szerintem nálam egy ilyen kattanás, hogy beállok így a színpadra, és egyből a családomat szúrom ki. Tehát lehetnek több millióan velem szemben, akkor is anyuikat pontosan tudom, hogy hol vannak. És anyukám meg már... Egyből kezdődött még igazából semmi, és akkor ne sírd el magad, meg próbáld meg végtáncolni. És amikor a gyerekeid így körülötted, főleg ilyen táncgálám, vagy ilyesmi, ott van mögötted az összes diák, hát én nem tudom, teljesen le tudok blokkolni. Tehát van egy elméleti a fejemben, hogy mit fogok táncolni, meg azért csak készülök rá, meg minden, és ott mindig összeomlik, és akkor ami éppen talán megmaradt egy kis cseppnyi mozdulatsor, azt így előadom. De mondták a gyerekek, hogy nekik az is tetszik, hát nekem meg igazából ennél több meg nem kell, csak egyszer olyan jó lenne tényleg azt letáncolni, ami tényleg elterveztem, úgy. De eldöntöttem, hogy egyszer biztos sikerülni fog. Hát figyelj, annyit tudok neked mondani, az egészen biztos, hogy ez közhelynek számít, de az anyaság tényleg nagyon sokat változtat az emberen, szóval nem tudhatod, hogy a jövő mit hoz. Igen, lehet, hogy erősödök. Tehát, hogy hát már, hogy te még hova erősödsz, meg hova lesz még benned lendület, azt nem tudom. De az is egészen biztos, hogy amit az előbb mondtál, mondatod, hogy kiszúrod anyukádat, és még gyakorlatilag föl se sétálsz a színpadra, de ő már pityereg, és hogy ezek ugye nyilván az öröm meg a büszkeség könnyei, úgyhogy én szerintem azért lényegesen jobb helyen vagy itt, mint hogyha mentél volna a családi iparág után, és varnál a kis kosztümöket, ami egyébként szintén egy nagyon hálás feladat. Hát Niki, én nagyon sok sikert kívánok nektek. Köszönjük. Így együtt is, meg így együtt is, a TST-vel együtt is, és akkor azért majd, amikor a pici is megvan, akkor tarthatnánk egy olyan kávészünetet is, amikor már esetleg itt kalimpál egy kicsit majd. Jó, majd ütemre majd itt csörgőzik. Ütemre, igen, hát róla csak ezt kell elképzelni. Úgyhogy köszönöm szépen, és akkor hajrá nektek még itt a hátralévő pár hétben. Köszönjük szépen a lehetőséget.